Ezek szerint a tervrajzok szerint készül az a trianoni emlékmű, ami Ecsét falu központjába, a Szabadság utcába kerül majd elhelyezésre. Egyenlőre még csak a talapzat készült el. Maksa Mátyás polgármester elmondta, a szobor végösszege legfeljebb 2,5 millió forint, mészkőből készül és a hat felé tört magyar koronát ábrázolja. Ennek a formája egy talapzaton, egy sütő mészkőből készült obelix-szerűség, egy kerek pillére nyugvó, és a magyar korona hat felé tört magyar koronát ábrázolja. Tudjuk, hogy az országot hat felé törték a 1920-as megállapodás, ami egy tragédia volt akkor abban a korszakban, és annak a levét isszuk az elmúlt időszakban, az elkövetkező időszakban. A járdák 60%-át már leaszfaltozták a településen. Az önkormányzat saját költségvetéséből 20 milliót fordít erre. Az Akácfa utca felújítását is folytatják, és a biztonságosabb megközelíthetőség miatt a temető út mellett is készül már egy járda. Továbbá 3 kilométer járda szakaszt újítanak fel, illetve építenek ki a településen. A ravatalozó megsüllyedt zsindely tetejét is kicserélik a gondozási központ tetőszerkezetével együtt. Két épület tetőszerkezetét újítjuk fel, az jövő héten kezdődik ennek az épületnek. Ez a belügyminisztériumtól kaptunk 13 millió forintot ennek a két épületnek a tetőszerkezet tetőhíjazatának a kicserélésére. Ez a gondozási központ teteje és a temető ravatalozójának a teteje. Ez nagyon rossz állapotban a ravatalozónk, mert a szél megkezdte a zsindelyt, és nagyon balesetveszélyes. Én bízok benne, hogy elkezdjük 27-én, és húsvétre azt is át tudjuk adni. Mint a település első embere elmondta, adtak be pályázatot egy 120 négyzetméteres óvodai tornaszobára, illetve 1 kilométer hosszan a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére is.